Milliárdos fejlesztések Balkányban, szennyvízhálózatot, kerékpárutat és új bölcsődét is építenek a településen. Adventi stressz. Egy német kutatás szerint majdnem minden harmadik nő különösen stresszesen éli meg a karácsony előtti időszakot. Megyei Diáksport Gála, közel 70 diák kapott elismerést, díjazták a jó tanuló, jó sportoló fiatalokat is. 1,2 milliárd forintból épül ki Balkányban a szennyvízhálózat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A beruházás már elkezdődött, az időjárási körülmények miatt viszont valószínűleg csak jövőre fejezik be a munkálatokat. Emellett több mint 280 millió forintból kerékpárút épül 2018-ban Balkány és Biri között, valamint egy új bölcsőde építése is megkezdődik, majd egy közel 300 millió forintos támogatásból. Most még csak Biri határáig lehet kerékpárral közlekedni, jövőre azonban változik a helyzet. Egy közel 300 millió forintos toppos pályázati forrásban megépül a Birit Balkánnyal összekötő útszakaszon is a kerékpárút. Ez fontos a község életében, mivel így könnyebben megközelíthető majd Nagykálló, amely a környező települések lakóinak is munkahelyet biztosít. Ez a projekt jelenleg a közbeszerzés előkészítésénél tart. De további közel 300 millió forintos forrásból új bölcsödét is építenek. A legfontosabb és a legnagyobb igényű szerintem a bölcsöde építés lesz, amely három csoportos bölcsödét fogunk építeni jövőre. Ezt top pályázaton nyertünk, reményem szerint az jövőre el is készül, és segíti elsősorban a kismamáknak a visszailleszkedést, és elsősorban, hogy minél hamarabb munkába tudjanak állni, és ne legyen gond a gyermek elhelyezés, ami jelen pillanatban sajnos gond. Jelenleg a bölcsödéskorú gyerekeket is sokszor az óvodába iratják be a szülők, vagy a környező településekre hordják bölcsödébe. Balkányban is egyre több a gyermek, és a polgármester azt reméli, mivel a Balkány központi helyen van, ezért a környező településekről is érkeznek majd az újonnan megépült bölcsödébe. Jelenleg ennél a projektnél is a közbeszerzés előkészítése zajlik, de a tervek szerint ez télen lezárul, és tavasszal megkezdődik az építkezés. Ami jelenleg most folyik, egy szennyvízberuházásunk, egy 1 milliárd 200 milliós szennyvízberuházásunk, amely valószínűleg nem lesz kész már ebben az évben, az időjárás függvényében, de én úgy gondolom, hogy jövő év elején mindenképpen kész lesz, és végre valahára minden belterületi lakos rá tud kötni a szennyvízhálózatra, és emellett egy új korszerű szennyvíztelep is épül Balkányban. Erre már nagyon régóta vártak a balkányiak, ezért a polgármester hozzátette, idén 90%-osan biztosan elkészül a projekt. Az országban 197 járási hivatalban lehet fogyasztóvédelmi ügyeket intézni idén január 1-től. A megyei fogyasztóvédelemmel foglalkozó dolgozók részére tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület tájékoztatót kedden délelőtt Nyíregyházán. Az előadáson a tapasztalatokat is megosztották egymással a résztvevők. Még mindig a szavatossággal kapcsolatos hibás teljesítési ügyek a leggyakoribbak. Magyarországon jelenleg 20 békéltető testület működik, 19 megyében és egy a fővárosban. Ezek állami költségvetésből működnek. A rendezvényen elhangzott legtöbbször szavatossággal kapcsolatos hibás teljesítési ügyekkel találkoznak a testületi tagok. Szolgáltatás terén a hulladékszállítási ügyek, termékeknél pedig a cipő szavatossággal kapcsolatos ügyek a leggyakoribbak. Egyre gyakoribb például a használt gépkocsi vásárlás. Sajnos itt még sokszor a kereskedők sincsenek tisztában a jogszabályi lehetőséggel, illetve előírásokkal. Úgyhogy gyakran előfordul, hogy amikor a békeltető testület előttvel úgymond megismerkednek, akkor hajlanak az egyességre, és eredményesen zárul a meghallgatásunk. 2015. szeptemberében módosították a fogyasztóvédelmi törvényt, és ezzel együtt bevezették az együttműködési kötelezettséget a fogyasztóvédelem és a békeltető testületek között. Ennek köszönhetően egyre gyakoribb, hogy sikerül peres eljárás nélkül egyességet létrehozni a felek között. Amióta megjelennek a békeltető testületnél a bepanaszolt vállalkozás képviselői, azóta megfordult az arány, és kétharmad arányban gyakoribb a egyesség létrehozása, és mivel ugye ez mindkét félnek az akaratán alapul tulajdonképpen, így a végrehajtása is sokkal eredményesebb.
A fogyasztók először a járásokban találkoznak a fogyasztóvédelmi hatósággal, de azokban az ügyekben, amelyekben a békeltető testület jár el, ezeknek a hatóságoknak nincs jogkörük. Ezért egy országosan egyesített kérelmet hoztak létre, amelyet a járási hivatalokban megkapnak és kitölthetnek a fogyasztók, így az ügyek rögtön a békeltető testülethez kerülhetnek. Gázömlés volt Újfehértón, egy földmunkagép gázcsövet rongált meg a város belterületén, amelynek hatására jelentős mennyiségű gáz ömlött ki a vezetékből. A katasztrófavédelem irányításával a nyíregyházi és az újfehértói hivatásos tűzoltók megkezdték a kárelhárítást, majd a katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett, és megvizsgálták a gázkoncentrátumot a környéken. A rendőrség biztosította a helyszínt a forgalom elől, és az intézkedés idején a gázszolgáltatás szünetelt, de senkit nem kellett otthonából kitelepíteni. Már ég az első adventi gyertya a koszorúkon, vagyis közeleg a karácsony. Napjainkban azonban ez nem csak a szeretet ünnepét jelenti, sokaknak inkább egy óriási stressz. Egy német kutatás szerint majdnem minden harmadik nő különösen stresszesen éli meg a karácsony előtti időszakot. A megkérdezettek közel 20%-a pedig egyszerűen eltörölni ezt az ünnepet. Vasárnaptól ég az első gyertya az adventi koszorúkon, ami azt jelenti, rohamosan közeleg a karácsony. A készülődés már javában tart, azonban ez nem mindenki számára örömteli. Az ünnepi hangulatot sok esetben a stressz váltja fel, amelyet a készülődés okoz, illetve az, hogy az emberek érzik, nem tudnak megfelelni a velük szemben elvárt követelményeknek. Talán annyira kezdünk ráhangolódni erre a maximalizmusra, ami minden szinten elvárás ma már egy embertől, hogy mi magunk is ezt már beépítjük saját magunk számára, és magunktól várjuk azt el, hogy tökéletes legyen az ünnep. Mert a karácsonynak, ahogyan például egy esküvőnek is, tökéletesnek kell lennie. Azt gondoljuk tévesen, hogy csak akkor lesz jó, és akkor teszünk jót mindenkinek, hogyha minden tökéletesen sikerül. A karácsonynak nem tökéletesnek kellene lennie, hanem ideálisnak, hangoztatják a pszichológusok. Ez pedig mindenki számára más jelent. Azonban nem csak a készülődés és a tökéletességre való törekvés miatt lehet valaki ilyenkor stresszes vagy akár depressziós. A magány vagy a hiányérzet sokkal nagyobb problémát jelenthet. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ünnep nem mindenkinek öröm és boldogság. Vannak olyanok, akik éppen a közelmúltban vagy ebben az évben veszítettek el valakit, és ez az első olyan ünnep, amit a szeretett személy nélkül töltenek. Vannak olyanok, akik eleve egyedül élnek, magányosak, vagy tartósan betegek, fokozottan oda kell figyelni ebben az időszakban ezekre az emberekre, hiszen az ünnep felerősíti ezeket a hiányérzeteket, ezeket a negatív érzéseket, és bizony sokszor tragédia lehet ennek a vége. Ezt azonban megelőzheti a lelki segélyszolgálat segítsége. Nyíregyházán a lelki telefonszolgálat ünnepnapokon, valamint szombaton és vasárnap 18 és 23 óra között fogadja a hívásokat a 0680 204 519-es telefonszámon. A budapesti életlelki elsősegély telefonszolgálat viszont éjjel-nappal elérhető a 0680 505 525-ös telefonszámon. Idén több mint 2000 méteren épített új utat Nyíregyházán a Nyír VV, a városüzemeltető vállalat 6 utcában új, további 3-ban pedig a meglévő utakat újította fel. Rozsét szőlőn egy korábbi földutat aszfaltoztak le közel 1 kilométeres szakaszon. A munkálatok során útalapot és szegélyeket építettek, szintbe helyezték az aknafedlapokat, valamint kiépítették a csapadékvízzel vezetéshez szükséges létesítményeket. Az útépítés során több mint 500 tonna aszfaltot használtak fel. Az útépítéseket november 30-áig minden helyszínen befejezte a Nyír VV. Ma éjszaka érkezik a Mikulás, de sok gyerek már ma is találkozhatott a télapóval. A Nyíregyházi Városházán 100 év karácsonyát bemutató kiállítás is nyílt. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte jöjjenek a híradó további témái.
Közel 70 diák kapott elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület diátadó ünnepségén. A jó tanuló, jó sportoló kitüntetést azok a diákok vehették át, akik valamilyen sportágban kimagasló eredményt értek el, és emellett a tanulmányi átlaguk is példaértékű. Az eseményen kiemelték a sport és a tanulás egymásra gyakorolt pozitív hatását is. 32 csapat vesz részt a Tiszántúli Takarék Kupán. A teremlabdarúgó tornát már 6. éve rendezik meg, ez idő alatt regionális szintű eseményé nőtte ki magát. A mérkőzések pénteken kezdődnek, a döntőt pedig vasárnap este tartják. Ma éjszaka érkezik a Mikulás. Gyerekek milliói várják az ajándékokat. Nyíregyházán, a Városházán találkozhattak a kicsik a télapóval. A látogatókat egy kiállítással is várják a Krúdi teremben. Ott 100 év karácsonyának gyűjteményét láthatják az érdeklődők. Óvodások énekeltek és verseltek a Mikulásnak a nyíregyházi városházán. A kicsik szaloncukrot kaptak a műsorért. A gyerekek nagyon várják a mai szakát. Ajándékot és édességet fognak reggel a csizmájukban találni. Anya, felírtam a Milka csokit. Én pedig még egy új bagolyos könyvet kérek. A kicsik azonban már nem csak Mikulás csomagot várnak, ennél komolyabb ajándékra is számítanak. Egy katicalányt. És te? Én egy Mulán babát. Hát a mesehősből az egyik. A Mikulás hagyománya a vallási eredetű. Szent Miklós, aki a gyermekek és a diákok védőszentje is, Mira városának püspöke volt. A legenda szerint élt ott egy ember, aki annyira szegény volt, hogy lányait nem tudta férhez adni. A püspök segíteni akart rajtuk, ezért éjszaka 3 zacskó aranyat tett a szegény férfi ablakába. A Szent Miklós napi magyar hagyományok német hatást tükröznek, korábban ezen a napon népi játékokat is tartottak. Az a szokás, hogy a gyerekek ablakba kitett csizmái reggelre megtelnek édességgel és ajándékokkal, körülbelül egy évszázados múltra tekintenek vissza a mai formájában. Nyíregyházán a Mikulás az adventi forgatagban is várja a gyerekeket, a Városháza Krúdi termében berendezett kiállítás pedig december 12-ig tekinthető meg. A látogatókat reggel 9 és este 7 között várják, hétvégente délelőtt 10 órakor nyit a tárlat. A 100 év karácsonyát bemutató kiállítás egy magángyűjtő házaspár anyagát mutatja be, a haza és külföldi különleges porcelánbabák mellett képeslapokat, Betlehemet, karácsonyfadíszeket és mézes kalácsot is találnak a látogatók. Közel 70 diák kapott elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület diátadó ünnepségén. A jó tanuló, jó sportoló kitüntetést azok a diákok vehették át, akik valamilyen sportágban kimagasló eredményt értek el, és emellett a tanulmányi átlaguk is példaértékű. Az eseményen kiemelték a sport és a tanulás egymásra gyakorolt pozitív hatását is. Még mindig a foci, a kosár és a kézilabda a legnépszerűbb sportág a diákok körében, de egyre többen választják az úszást is versenyszerű sportolás céljából. Derült ki a megyeházán tartott jó tanuló, jó sportoló diátadó ünnepségen. A különböző sportágak országos döntőin kiválóan szerepeltek a megyei fiatalok, összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet gyűjtöttek a szabolcsi diákok ebben a tanévben. Hogyha a diáksportról beszélünk, akkor ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 11 ezer gyereket mozgatunk meg évente, ami azt hiszem, hogy ez egy hatalmas szám, és nagyon örülünk annak, hogy ezek a gyerekek amellett, hogy sportolnak, nagyon komoly sikereket is érnek el, amellyel megyének a hírnevét öregbítik, és természetesen nem csak Nyíregyházán, hanem a megye minden településén ott vagyunk, hiszen ez egy felmenő jellegű rendszer, és azok az iskolák, általános iskolák, középiskolák adják a diák sportolóink nagy részét. A sportszervezetek és az önkormányzatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél többen űzhessék kedvenc sportjukat. Nemrég a Continental Arena újult meg 2,5 milliárd forintból, a nyíregyházi jégpálya építése 70%-nál tart, és hamarosan egy 2,5 milliárd forintos atlétikai centrum is épül, hangzott el a rendezvényen. Az elmúlt évek infrastruktúrális fejlesztései lehetővé tették megyeszerte, hogy a diákok is aktívabban sportolhassanak. 10 éve úszok, és nagyon fontos számomra a sport, mert ugye nem csak az egészségemet őrzöm meg vele, hanem nekem ez egy ilyen feszültséglevezetés, hogy a sok tanulás, a stressz, és hogyha én naponta, heti 7 edzésem van,
meg még külön más sportok, foci meg kézi, de az csak heti kettő, meg ilyenek, de hogy a stresszt le tudom vezetni az úszással, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, nem beszélve arról, hogy ugye pozitív eredményeket el tudok élni, és akkor egyre jobban szeretem ilyenkor az úszást. Zsolt nemrég egy országos úszóversenyen harmadik helyezett lett, és emellett kitűnő tanuló. Ráadásul nem ő az egyetlen sportoló diák a megyében, akinek kimagasló sport teljesítménye miatt komoly karriert jósolnak. Azt gondolom, hogy a mai nap is kiváló példája annak, hogy olyan sikeres, jó tanuló és jó sportoló diákokat tudunk díjazni, akik egyéni és csapatsportágban is megmérették magukat. És hát például van, felkészítettek a kollégáim olyan gimnáziumi csapat is most itt a díjazottak között, akik országos döntőt nyertek 5.-6. korcsoportban röplabda sportágban, és azért azt a lehetőséget is megnyitja számukra, hogy például jövőre a Nemzetközi Iskola Sportszövetség világbajnokságán mérettessék meg magukat. Tudományos kutatások is bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás nagyon pozitívan hat a kognitív folyamatokra, így a tanulási eredményekre is. Ezért a Magyar Diák Sportszövetség stratégiai igazgatója mindenkit arra bíztatott, hogy minél hamarabb próbálja ki magát, minél több sportágban. 32 csapat vesz részt a Tiszántúli Takarékkupán. A teremlabdarúgó tornát már 6. éve rendezik meg, ez idő alatt regionális szintű eseményé nőtte ki magát. A mérkőzések pénteken kezdődnek, a döntőt pedig vasárnap este tartják. A régi hagyomány a karácsony előtti teremlabdarúgó torna Nyíregyházán. Ebben az évben a Tiszavasvári úti sportcentrumba várják a sportolókat és az érdeklődőket. 4 megyéből 32 csapat vesz részt, az indulók fel a nyíregyházi kispályás bajnokságból nevezett a kupára. Most bajnoki szünet van a nagypályás csapatoknál is, eljönnek olyan játékosok, akikre azért még felfigyelnek a nagypályán játszók közül, és ugye a spillerek a kispályáról is eljönnek erre a rendezvényre, és igazi foci csemegét láthatnak itt. Ez korábban mindig karácsony előtti hetekben volt, most egy picit terem probléma miatt előrébb hoztuk egy héttel, és én bízom benne, hogy most is ugyanolyan jól fognak szórakozni, és ugyanolyan kitűnő parkettművészeket fognak látni, akik kilátogatnak. 8-án, 9-én és 10-én a Tiszavasvári úti Zrínyi sportcsarnokban. A kupára Szabolcs-Szatmár Bereg megye mellett Hajdú-Biharból és Borsod-Laboly-Zemplén megyéből is érkeznek csapatok. A legmesszebbről a csákváriak jönnek Nyíregyházára, ők mintegy 300 kilométert utaznak a győzelem reményében. A névadó támogató fontosnak tartja a tömegsport támogatását, ezért is áll évek óta a kezdeményezés mellé. Szövetkezeti hitelintézetek vagyunk, és valamilyen szinten ez különböztet meg bennünket a kereskedelmi bankoktól, hogy azért a helyi közösségeknek, akik egyben ügyfeleink, közvetlenül vagy közvetve azért visszaszoktunk juttatni, és így ennek a rendezvénynek a támogatása egy közvetlen eszköze ennek, hogy valamilyen szinten a sportszerető családokat, akik egyben ügyfeleink is, tudjunk valamilyen szinten visszajutatni, kvázi megköszönni nekik, hogy minket vesznek igénybe pénzügyi szolgáltatásaikat illetően. A teremlabdarúgó torna pénteken délután kezdődik, a döntőt vasárnap este 6:30-tól tartják. A 32 csapat 8 darab 4-es csoportban vág neki a küzdelmeknek, az első két helyezett egyenes kieséses rendszerben menetelhet a döntő felé. A kupa pénzdíjas, az első helyezett csapat 200 000 forintot nyer. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 1,2 milliárd forintból épül ki Balkányban a szennyvízhálózat. A beruházás már elkezdődött, az időjárási körülmények miatt viszont valószínűleg csak jövőre fejezik be a munkálatokat. Emellett több mint 280 millió forintból kerékpárút épül 2018-ban Balkány és Biri között, valamint egy új bölcsőde építése is megkezdődik, majd egy közel 300 millió forintos támogatásból. Az országban 197 járási hivatalban lehet fogyasztóvédelmi ügyeket intézni idén január 1-től. A megyei fogyasztóvédelemmel foglalkozó dolgozók részére tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei békéltető testület tájékoztatót kedden délelőtt Nyíregyházán. Az előadáson a tapasztalatokat is megosztották egymással a résztvevők, még mindig a szavatossággal kapcsolatos hibás teljesítési ügyek a leggyakoribbak.
Közel 70 diák kapott elismerést a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület díjátadó ünnepségén. A jó tanuló, jó sportoló kitüntetést azok a diákok vették át, akik valamilyen sportágban kimagasló eredményt értek el, és emellett a tanulmányi átlaguk is példaértékű. Az eseményen kiemelték a sport és a tanulás egymásra gyakorolt pozitív hatását is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták december 5-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, a Nyugat-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon peremén a Kárpát-medence felett meleg front vonul át, nyugat felől eleinte nagyobb, északától már alacsonyabb nedvességtartamú, kissé enyhébb levegő áramlik hazánk fölé. Az előttünk álló éjszaka változóan, többnyire erősen felhős lesz az ég, havas eső havazás több helyen előfordulhat, éjjel néhol ónos eső sem kizárt, a nyugati szél több felé megélénkül helyenként megerősödik, reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, elvétve gyenge eső, havas eső előfordulhat, a nyugati szél megélénkül helyenként megerősödik, délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön általában több órára kisüt a nap, ugyanakkor tartósan ködös tájak is lesznek, itt-ott köcitállással. Napos periódusokra még pénteken is számíthatunk, majd északnyugat felől beborul az ég és egyre több felé várható csapadék, eső, havas eső, havazás egyaránt előfordul. Szombaton is borult, sok helyütt csapadékos időre van kilátás, majd vasárnap vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és csak szorványosan lehet kisebb havazás, hózápor. A jövő héten erősen felhős idő lesz jellemző, és ismét sokfelé húhat vegyes halmazállapotú csapadék, gyakran megerősödik a szél.